Kiskörösváros képviselőtestülete rendszeresen tart testületi ülést az év során, de nyáron szünetet tart. Azonban vannak olyan ügyek, melyek nem tűrnek halasztást. Ilyenkor rendkívüli ülésen dönt a testület. Legutóbb augusztus 23-án ült össze a képviselőtestület. Most is két napi rendi pontban kellett, mondhatom azt, hogy rendkívüli testületülésen azonnal dönteni. Két nagyon kellemes és nagyon jó téma volt, hiszen két fiatal doktornő kiskörösen való munkába állásáról kellett döntsön a képviselőtestület. Nemesné dr. Kelemen Valéria házi orvos, sőt dr. Sütz Nikoletta helyett fog munkába állni reményeink szerint október 1-től, ezért is kellett a testületülés, hogy az adminisztrációs feladatokat időbe el tudjuk kezdeni. Nemesné dr. Kelemen Valéria a kettes számú felnőtt házi orvosi körzet feladatait látja majd el. Emellett a rendkívüli testületi ülésen a hármas számú felnőtt fogorvosi körzet működtetéséről is döntöttek a képviselők. Fogászati rendelésként és fogászati munkákra pedig dr. Örmény Petra, frissen végzett doktornő, nagyon komoly akarattal, lendülettel, és már most mondhatom nyugodtan, hogy komoly tudással fog kezdeni Kiskörösön, hiszen fogászati versenyen Európa szintű döntőbe került és Olaszországba volt, tehát a tudása és a felkészültsége nagyon magas őnek is. Domonyi László polgármester elmondta, hogy a két új orvosnak köszönhetően tovább erősödik városunk egészségügyi rendszere. Nemesné dr. Kelemen Valéria a Petőfi Sándor út 14-es szám alatt található rendelőben, dr. Örmény Petra pedig az Árpád utca 8-as szám alatt található rendelőben várja majd a betegeket. Teljesen új felszerelést kapott a doktornő is, úgyhogy mondhatom azt, hogy most a fogászati rendelések a legmodernebb eszközekkel, és a Örmény Petra doktornő pedig egy vadonatúj rendelőben fogja kezdeni a munkát. A házi orvosi, valamint a fogorvosi körzetekhez tartozó utcák jegyzéke megtalálható a kiskörös.hu per egészségügyi ellátás oldalon.